Na és ahogy Emily említette, ugye filmmel kezdünk. Fabricius Gábor itt van a stúdióban. Jó reggelt kívánunk! Reggelt. Jó reggelt! Gratulálni szeretnénk neked, az egész csapatnak, mindenkinek, aki az Eltörölni Frankot alkotásban ugye részt vett. Azért gyorsan elmondhatjuk azt is, hogy nagyon szerettünk volna személyesen gratulálni ugye a főszereplőnek, Ux Aminak, így van. De ő most nem tud, vagy őt most nem tudtuk kapcsolni. Minden esetre mesél nekünk elsőként arról, hogy a bemutató hogyan alakult, milyen volt a fogadtatás. A hazai, mert ugye igen, beszéltünk igen. már a külföldről. Igen, 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 pár, talán egy hónap előtt beszéltünk igen. Velencéből. Hasonlóan fáradt vagyok, mint akkor egy bemutató után. Uh, nagyon jól alakult, nagyon, nagyon jól működött a film. Tegnap este 7 órakor a Kormin moziban egy kb. 500 főnek levetítettük itt először ezt a filmet. Uh, a szerzői verziót, tehát a fekete-fehér verziót a mozikban egyébként színesben is lesz. És hát uh, egy általános um, benyomás, vagy vagy, vagy hatás, hogy, 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 hogy nem nagyon találnak szavakat és akkor főleg egy ilyen fogadás, ami utána van, mondjuk egy ilyen film után, ez eléggé fu furcsa, mert Nagy ott a igen, áldogálnak az emberek. És azt szokták mondani, hogy mindig a rendezők az ilyen vetítéseket követ, hogy mindig azt figyelik, hogy amikor vége van az utolsó képkockának, akkor a nézőtéren mi történik. Igen, hát itt, itt csend. Olyan, olyan csend van, hogy csend. utána nehezen kezdenek el tapsolni, és tehát, hogy egyszerűen... Mert egy annyira nehéz téma, hogy a Kádár korszaknak a politikai pszichiátriája körül zajlik a téma, tehát hogy, hogy hogyan küldtek annak idején olyan ártatlan embereket a pszichiátriára, akik, akik máshogyan gondolkodtak. Tehát egy annyira nehéz téma, hogy a végén azért ez, annyira ráül a nézőkre, hogy, hogy tényleg nagyon nehéz innen, innen, innen elindulni bárhova is. Akár, hogy ezt most megtapsoljuk-e, vagy, vagy van mit ezen tapsolni, ezen a, ezen, a, ezen a, traumatikus dolgon. Szóval ez felmerülnek ilyen kérdések, és mondjuk egy ilyen premier végén. <coughs> Egy csomószor az ember azt érzi, hogy egy fotó is fekete-fehérben erősebb, és mondtad, hogy itt is két verzió van a nagy közönségnek, miért nem megy fekete-fehérben? Azért, mert nem szerettem volna kirekeszteni nagyon sok mindenkit a... Ez, a... Ez nem, tehát, hogy nem érett még annyira a magyar Ne, Én azt gondolom, hogy ez egy filmnyelvi kérdés, uh -huh. meg, meg tanult dolog is. Tehát szerintem az van, hogy nagyon sokan, tehát tényleg, tömegek azt gondolják, hogy hát ők nem fognak beülni egy színes, illetve egy fekete-fehér filmre. Annak ellenére, hogy a szerzői verzió fekete-fehér, és mi, mi ebben gondolkodtunk, szerintem sokan, akik elmennek egy plázába, a moziba, Uh, kirekeszve éreznék magukat, úgyhogy azt gondoltam, hogy lehetővé teszem. egyébként nekik. annyira optimista vagy, hogy ez egy, ez nem, ez egy, pláza, nem egy plázás film, meg egy plázás nem, de, film van. Uh, Nem, de azt gondolom, hogy egy olyan közös, uh, a múltunknak egy olyan mm. közös szelete Magyarországon, ami talán uh, nagy uh, figyelemre tarthat számot. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy mindenkinek joga van, és, és ha úgy tetszik, kötelességünk is valahogy a gyerekeinknek továbbadni azt, hogy mi történt velünk, illetve hogy, ho, ho, hogyan, hogyan működött a, a magyar 20. század. És, és erről a korszakról egyáltalán nincsen Igen. semmi a, a köztudatban. Tehát, mint hogyha így csend és eltörlés, ez tökéletesen történt volna. És ezt a csendet töri meg ez a film, hogy hogy, hogy nézett ki valójában a. a, a a, leg, a legvidámabb baraknak uh, me mesélt, mondott, elhazudott uh, uh, ország, és mi történt a színfalak mögött el szól ez a szín? És egyébként azért is van igazad, mert alapvetően tényleg, hogyha az ember most nem is korszakokban gondolkozik, hanem önmagában, egy pszichiátriai intézeten belül ugye mi működik, hogyan működik, ugye arról töredéke van meg az embereknek. Igen. Max úgy, hogy az érintettjévé válsz valakin keresztül. Ugye nem véletlenül említettük azt, hogy nagyon örültünk volna, hogyha Benjamin tudjuk kapcsolni, mert ugye a Starlight d szerettünk volna neki személyesen, vagy így legalábbis gratulálni, de akkor kicsit legyél most akkor de az ő magyar hangja, hogy hogyan Benjamin, mennyire örült, hogyan élte meg ezt a díjat? Ez egy fantasztikus díj, mert egy kollaterális díj, amit a Velencei Fesztivál az összes film megkaphatna, vagy az összes filmben a szereplők megkaphatnának. Ez egy száz film. És ráadásul ugye ott vagyunk egy olyan fesztiválon, ami a, a legek -lege, szóval, hogy ez a top filmfesztiválok között van. ott Otkán, Velence, Berlin, és akkor ez az a hármas, amiről szoktak beszélni. És ebben az ő alakítását díjazták egy olyan díjal, amit uh, talán tíz évvel ezelőtt az Alpacino kapott meg egy filmért. Uh, és amikor ott uh, miért adták ugye, a, a szereplését, Ebben a filmben, akkor úgy beszéltek róla, mint egy fantasztikus színművész. Most róla tudni kell, hogy ő egy underground zenész. Yeah. Tehát ez nem is volt, szerintem talán mondhatom, nem is nem tudom, szerintem nem is nagyon lesz másik film szerepe. Itt tulajdonképpen ő saját magát alakítja, vagy ő magát hozza, és mi meg dokumentumfilmként követjük le. És aztán utána mondtam a kritikusoknak, akik ott méltatták utána a szünetben, hogy hát egyébként tudják ugye, hogy zenész, is mondtak, hogy ezt nem hiszik el, hogy mennyire erős volt, és hogy minden működött, és hogy fantasztikus átítő, erő, és nem tudom micsoda. Úgyhogy hát a Benji is teljesen le volt taglózva, hogy, hogy ez, te hogyan ezt tudtad a díjat megkaptak. Hogy egy ilyen, ilyen színészi teljesítmény jöjjön ki belőle? Ö... Hát ahogy mondtam, ez inkább egy dokumentumfilm-szerű együttműködés. Volt... Igen, ah. tehát hogy, hogy mi arról beszélgettünk, hogy hogy ő például egy ilyen helyzetben uh, mit csinál, vagy Igen. hogy hogyan gondolkozik. Tehát folyamatosan transponáltuk a jelent a, a, a múltba, mert hát is ez hát egy kosztümös film 80-as évekből. És nem játszania kellett, hanem, hanem, hanem ott lenni és jelen lenni. Ah. De neki és Igen. nem egy elképzelt szerepnek. Tehát ilyen szempontból nem azt mondom, hogy könnyű dolga volt, de hogy nem vártam el tőle mást, mint aki ő, ő és, és a gesztusait, és igazából nem nagyon javítottam ki, hát egy dokumentumfilmes szól egy szerzőjének, ja, ja. hogy bocsánat, hogy már vele egy kicsit máshogy kellene csinálni, hiszen nekem a feladatom az, hogy lekövessem őt, és megmutassam őt olyannak, amilyen. Még az érdekelne, hogy ugye minden rendező, vagy sok rendező hatalmas, nagy casting ügynökségekkel együtt dolgozik, hogy akár egy szerepre is, mondjuk a főszerepre megtalálja megfelelő figurát vagy szemét, de őt már régóta kinézted egyébként magadnak? Nem, nem? nem, egy nagyon jó casting ügynökségünk volt, 1500 embert néztünk meg, és ilyen cross-referenciában, tehát többen mondták, hogy ez a, ez a srác jó lehet. És amikor ma három-négy helyről, teljesen a független helyekről hallom ezt, akkor, akkor abban van valami. És nem csak azért, mert több helyről, hanem azért, mert több szemnek, Benne van az a karakter, akit én keresek. És ez azt jelenti, hogy valószínűleg majd a nézőknek is a vásznon is működni fog. Tehát, hogy valahogy így ebbe az irányba uh, indult. Most el. akkor uh, mától, vagy nem holnaptól láthatják csütörtöktől a magyarokat? Igen, csütörtöktől láthatják a magyarok. A magyar mozikban külföldre még viszitek? Hát uh, ugye, Velence után igen. általában azt szokott, hogy egy ilyen névos fesztivál után meghívják nagyon sok helyre. tehát most uh, három kontinensen, 15 helyre hívták meg a filmet már eddig. Úgyhogy ez így végül így elindul egy ilyen nem tudom. Lehet, tánk. hogy még Skype-on találkozni fogunk, mondjuk. Nem, hát, nem tudom, nem más, tudom hát nem. Ez egy nehéz, nehéz, műfaj, mert el kell utazni sok helyre, mint nem Igen. panaszkodok, csak mondom, hát, hogy egy, ez egy. Egy hosszú... a jelölés akár. Hát kellett szóval, ilyen hogy jó filmet bél... csinálni, tessék. Hát, hát, ő, szerintem dönts el mindenki, menjen és nézze. Hát, Megnézzük, köszönjük szépen, és gratulálom. Köszönjük szépen.